Hadd kezdjem azzal, hogy az elmúlt 30 évben, 30 évvel ezelőtt, amikor Magyarországra jöttem, nagyon, ugye az elmúlt 30 év során sokat találkoztam elemére, főleg itt Kőszegen, de nem csak az döbbentett meg, hogy mennyire művelt, mennyire olvasott, hanem az, hogy milyen hihetetlenül újra fel tudja dolgozni a történeteket, és nem csak Samuel Beckett, hanem a buddhizmus is fotom eszembe jutott, amikor vele beszélgettem. És olyan fajta kérdéseket vetett fel, amiről hát nem tudtam másra gondolni, hogy milyen az, amikor az ember egy kézzel tapsol, tehát valami ilyen kérdésekkel bombázta az emberek agyát, és bepróbálta az embereknek a konvencionális gondolkodását egy kicsit megfordítani, és Samuel Beckett és a zen buddhizmus volt az, ami nekem eszembe jutott erről. Aidan Huggins nevű fiatal író írt egy levelet egyszer Beckettnek az 1950-es években, és azt írta neki, igazából tanácsot kért tőle, fiatal író volt, és szerette volna tudni, hogy mit gondol a műveiről Beckett. És mindenki azt mondta, hogy felejtsd el, nem fog válaszolni, de válaszolt, és négy szót írt neki. Despair young and never look back. It's exactly that kind of mix of. Nagyon nehéz fordítani, egy kicsit ilyen pessimista és optimista hangvétel keveréke, az azt mondja, hogy fiatal szomorúság és sose tekint vissza. Igazából, ha megnézzük ezeket a szavakat, és megnézzük, hogy mi történt Elemér életében, azt látjuk, hogy nagyon boldog, gondtalan gyermekkora volt, és aztán jött a második világháború. 16 éves volt akkor, és azt mesélte, hogy az egész családunk tulajdonképpen áldozatul esett ennek a háborúnak olyan értelemben, hogy a legmélyebb bugyrait éltük meg a háborúnak, és nem csak személyesen, de azt gondoltam, hogy mintha egy alien lettem volna ebben a világban, és nem lehetett elképzelni az életet emberi módra. Az emberi létnek mindenfajta kérdése érdekelte őt. És annak ellenére, hogy ez a szomorúság, amiről Beckett is szól, mindig jellemző volt rá. A trilógiájának az utolsó novellájában, aki nem ismerné, az elnevezhetetlen, valahogy így lehetne fordítani. Tehát a utolsó néhány sorban a főszereplő azt mondja, én leszek az, aki marad. Neked folytatnod kell, de én maradhatok. Én maradok, te mondd a szavakat, ami bármi lehet. És azt hiszem, az Eleméről is elmondható, olyan szavakat mondott ki, amik tulajdonképpen szlogenek és reklámokkal is fordíthatók lennének. Mindenért harcolnunk kell, és leginkább az emberi szenvedés ellen. Sokan önök közületek tudnák, hogy sokat szenvedtek már talán korábban, és tudják, hogy az én tovább megyek és újra fölállok, ez egy nagyon fontos gondolat volt. Így is lett, a második világháború után kívülállóként érezte magát, de tovább ment, tovább küzdött. Jött a kommunizmus, és teljesen kizárták, gyakorlatilag osztályjelenségnek minősítették. Mindenki tudja, hogy börtönben is volt ez 1950-es években, és azt mondta, hogy is jó volt a börtön, jó kis kihívás volt, mint személyes, mint szakmai szempontból. Jó lehetőség volt arra, hogy igenis kihúzzam és tovább lépjek. Reggel rettegtem, és arra gondoltam, hogy borzasztó szóbeszéd járta, ha elfogtak, akkor igazából nem bántottak minket, de olyan pszichológiai terrorban éltünk, ami elviselhetetlen volt. A halálfélelem rosszabb volt, mint bármi más. Borzasztó mondatokat hallottunk, és a
börtön megmutatta, hogy mire vagyunk képesek, mit tudunk kibírni. Nem tudtam azt csinálni, amit leírhattam volna. Nem tudom, hogy a testi fenyítést hogy bírtam volna, de egy biztos, de egy csomó pszichológiai megaláztatást kellett elviselnem. És nem csak beszélni tanul meg az ember, hanem kiállni a gondolataiért is. Azt a címet adtam az előadásomnak, hogy az egyén egzisztenciális válsága, és tudom, hogy ezek a tehát komoly válság, a jelentésválságban jelen pillanatban a modern valóságban és létezésben. És Timothy Gardner elnökségével megvalósult konferencián vettem részt ez az 1990-es években, ahol az új fogyasztói civilizációról beszélgettünk, és az volt a konklúzió, hogy az emberiség központi kérdéseire a mai világ nem tud választ adni. A mai fogyasztói társadalom a reklámok, a szlogenek révén egyfajta sekélyes, helyettesítő pótlékot ad csak, nincsen számunkra igazi jelentés, és nem tud semmilyen más intézmény, akár a vallása, a templom, semmi más sem menedéket adni. Volt egy olyan eszély, amit az 2001-es 9-11 után, az amerikai terrortámadás után született, amit a New York-i társadalomtudományi intézetében publikált, és én azt gondolom, hogy bármilyen profán dolog ez, azt gondolom, hogy egy kicsit inkorrekt is volt ez a gondolat, hiszen így kezdődik. A halál győzedelmeskedett. Ezek ugye elemér szavai. Mondhatnánk azt is, hogy a két toronnyal együtt a halhatatlanság illúziója is összedőlt. Szeptember 11-én. Mi, akik ebben a fogyasztói civilizációban élünk, azt hiszük és azt szeretnénk hinni, hogy az emberiség hatalma olyan óriási, és annyira meg tudjuk oldani a problémáinkat, tehát nem is figyelünk a halhatatlanság problémájába, azt gondoljuk, hogy ezzel is el tudunk bánni. És az emberiség tudata is erre van felépítve. És hirtelen rájöttünk, hogy milyen törékeny az emberi élet. Ugye 2001. szeptember 11-én rá kellett erre döbbennünk, és rá kellett jönnünk, hogy a halál nem más, mint hideg tény. A halál beköltözött a szívünkbe, még ha csak ideiglenesen is. Nagyon sok tudós azt mondja, halál tagadása az egyik legtipikusabb karakterisztikája a nyugati társadalmak lakosainak, és tudjuk, hogy elemérre Specker nevű író is nagy hatást gyakorolt, aki erről írt. És régen a társadalomban is nagyon fontos volt, hogy a halhatatlanság kérdését megoldjuk, és az halálfélelem az egyik legnagyobb mozgatórugója a továbbélésnek. Az, hogy félünk a haláltól, az a legmeghatározóbb karaktere az emberi mozgásnak, az emberi tevékenységnek, és tulajdonképpen az ember arra született, hogy meggátolja, vagy megtegyen mindent annak ellenében, hogy meghaljon és a sorsát beteljesítse. Hank is ugyanakkor ellentétben ezzel azt mondja, hogy a társaság és hogy a társadalom és a civilizáció alap karakterét határozta meg, de ő azt mondja, hogy a társadalom legfőbb szempontja az az, hogy a társadalom szereplőinek megfajta szerepei legyenek, és legyenek olyan funkciói, amelyek tovább viszik őket az életben. De Hankisnak nem volt igaza abban a tekintetben, hogy összefüggésbe hozta mindezt 2001. szeptember 11-ével, hiszen egy kicsit New York-ivá is vált, hogy valójában ő ezt tulajdonképpen 1945-ben írta, ugye ez a japán városok atomtámadásával, illetve atombomba ledobásával kapcsolatban.
és ez a halál, amit ott tapasztalt, ugye akkor is beköltözött az emberek szívébe. Tehát az egzisztenciális válság teljesen konkrét, nem pedig absztrakt. Néhány évvel ezelőtt, amikor egy kaliforniai intézetben beszéltem, hogy előadást tartottam, akkor Ian Perry-vel találkoztam, talán ismerik az új könyvét. Ő nagyon fontos szerepet töltött be a Pentagonba, az 1970-es évek külpolitikájában, egyfajta műszaki szakember volt, egy mérnök, aki kapott egy telefont az éjszaka kellős közepén, ahol egy ilyen nukleáris fegyvereknek gyakorlatilag parancsnoki központja található. És itt a tábornok, és azt mondta, hogy ne haragudjon, hogy fölhívom, de nem, ön, nem az elnököt hívom, örüljön, hanem önt. Azt hiszem, van egy kis problémánk. Azt hiszem, hogy a komputer képernyőjén nem azt kéne látni, hogy több ezer orosz, bocsánat, szovjet repülő tart az Egyesült Államok felé. Ezt mutatják ugyanis a komputerek. Képzeljék el! Hogyha egy más tábornok lett volna, mondjuk egy mai, és ez a tábornok fölhívná Donald Trump elnököt. Hogyha még nincs egzisztenciális válság oda, akkor kéne, hogy legyen. Tehát ugye ugyanez is megtörténhet a Stanislav Petrovval, ugye a túloldalon, az, aki a Reagan adminisztráció alatt ugyanezt a problémát tapasztalta. Ő is úgy döntött, hogy nem veszi észre azokat a NATO rakétákat, amik éppen a szovjet légtér felé tartotta. És akkor itt van ez a kis kép, ugye ez egy olyan tenger alattjáró, a USS Kentucky, 70 tonnás, amit egyszer csak fogjuk és meglátjuk a vízben. Ugye, és üzenetet közvetít az Egyesült Államok elnöke számára, 200 nukleáris fegyver található rajta, és minden egyiknek olyan romboló hatása van, legalább 30-szor annyi, mint amennyi pusztítást a hiroshimai atombomba végzett el. Ráadásul ezen felül a bombákon felül van még az Egyesült Államoknak 300 hasonló fegyvere, és az oroszoknak van ugyanennyi. Végül is mit izgulunk ezen? Hogy egy órán belül gyakorlatilag halottak lennénk. Tehát az Egyesült Államok elnökének körülbelül egy ilyen döntésre, hogy kilőjön egy ilyet, nem sokkal több, mint 5 perc áll rendelkezésére. Tulajdonképpen azzal szeretném az előadásomat befejezni, hogy Jonathan Shell könyvéből olvasok önöknek pár sort, ami az a Föld sorsa című könyvből való. Nagyon-nagyon fontos a nukleáris fegyverek gondolkodni, mert el kell róla gondolkodni olyan értelemben, hogy eddig nem sikerült bennünk felfedezni érzelmi, intellektuális vagy politikai választ találni ezekre. Hogyha nincs meg ez a felelősségünk, amint több millió ember nem bírja felfogni, hogy milyen veszélyben élnek, amíg ezek a fegyverek ott vannak, és nem tudják, hogy a világ, amiben élnek, milyen fenyegetettségnek van kitéve, akkor lehet, hogy az ember érzések is veszélyben vannak. És végül a hiroshimaiak azt tapasztalták, és ugye ez már nem csak egy történelmi érdekesség, hanem az, hogy attól félünk, hogy az egész Föld is ilyenné fog válni, mint a mi hiroshimánk volt annak idején. És lehet, hogy egy olyan felületté válik a Föld, ami képtelen lesz a normális életbe visszatérni. Ez egy olyan probléma, ami attól félünk, hogy a világban bármelyikünk
pillanatát meghatározza. És ezek azok a gondolatok, amiket a hiroshimaiak osztottak meg velünk. Egy teljesen elkeseredett édesanyja gyerekével a kezében, a fukai, aki visszafut a boltjába, egy mesztelen férfi, aki botorkál a sötétbe, valaki egy szemgolyóval a kezében. Tehát tudunk ilyen borzasztó képeket felidézni. És tulajdonképpen a nukleáris holokauszt képeit érhetjük így meg. Ha mindenki bírná, akkor azt hiszem érdemes lenne az áldozatoktól tanulnunk, a hiroshimai áldozatoktól, ha megpróbáljuk elképzelni őket és a képeket felidézni, amennyire, hogyha képesek rá, próbálják meg elképzelni, és próbáljuk meg Elemér munkáját is felidézni, és gondoljunk arra, hogy az élet törékenységét, ahogy megjósolta, illetve hogy a haláról beszélt, azt mindegyikünk számára érdemes felidézni. Köszönöm.